Mondhatom azt, hogy azon boldog emberek közé tartozom, aki napkoron született, egész életét itt élte le, és egy munkahelyen dolgozott. A rendszerváltás előtt is ugyanazon a munkahelyen dolgoztam, és azután is itt dolgozom. Ez a hazám, ide kötődöm ehhez a nyírségi homokhoz. Ami még nagyon ide köt, az az akác. Álmodni sem mertem arról fiatalemberként, hogy én valamikor erdész lehetek, és annak a szenvedélyemnek hódolhatok, hogy az erdőben puskával járhatok. Számomra az emberek, az itt élő emberek voltak mindig a legfontosabbak, és természetesen közte első helyen a családom szerepelt. Ami tulajdonképpen egy fenntarthatósági gondolatot az emberre rá is kényszerít. Mert az, akinek a Jóisten nem adta meg, hogy családja legyen, az nagyon nehezen tud a fenntarthatóságról gondolkodni. Az, akinek családja van, sokkal könnyebb helyzetben van, mert vannak utána jövők, más a felelőssége, és engemet mindig ez motivált. 2005-ben már az országban először, elsőként létrehoztunk egy erdészeti erdeiskolát, amiben a környezettudatos nevelést és a természetben való viselkedést tekintjük a legfontosabb küldetésnek. Az akác a nyírség aranya, amiért úgy gondolom, hogy sokat tettem azért, és sokat igyekeztem tenni azért, talán ez a helyesebb megfogalmazás, hogy ez az akác minél jobb jövedelmet biztosítson számunkra. Már 1992-ben elkezdtük az akáccal való kutatást, az Erdészeti Tudományos Intézettel együttműködve, és mondhatom azt, hogy a tudomány fejlődésével eljutottunk oda, hogy az akkori céljainkat ma tudtuk megvalósítani, hogy olyan egyedek állnak a rendelkezésre, melyek különleges tulajdonsággal rendelkeznek, és ez elsősorban az értékében jelenik meg, a fának az értékében, mert nagy mennyiségű ipari fát lehet előállítani, ami iránt az akác vonatkozásában egy óriási kereslet van. Sokan invazívnak nevezik, én alkalmazkodó képességnek hívom az akácot. Ez jelenti a megélhetésünket, és igyekeztünk ezt a megélhetésünket mindig rendszerbe gondolva fejleszteni. Így lett a vadászati ágazatunk, azt követően így lett a vendéglátási ágazatunk, és most legutóbb ebből következett a vadhús feldolgozás. A fő szlogenünk a természetből természetesen, ami azt jelenti, hogy a természetből vesszük a vadat, amelyek a legkisebb lábnyomot hagyja a környezetben, és ebből természetes anyagokat felhasználva állítunk elő olyan termékeket, amelyek a fogyasztó asztalára tudnak kerülni. Ide évente közel 1000 gyerek jár, akik 5 napos turnusban itt töltik az idejüket. És a koruknak megfelelő oktatásban és nevelésben részesülnek ezek a gyerekek, és boldogan mennek haza innen, amikor pénteken kemencébe megsütik az általuk dagasztott kenyeret, és azt viszik haza ajándékként a szülőknek meg a tesóknak.